You can't wait on other people to be what you've been called to be. Sziasztok! Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először elkezdtem napi vlogolni. Ez a hétnek az utolsó vlogja, péntek van, utazom le Balatonra, vitorlázni fogunk. A mai napnak a témája, hogy addig is játszd el, ezt láthattad, hogyha rákattintottál a címbe. Mielőtt elmesem, hogy pontosan hogy van ez, hát egyrésztről le kéne a szakállamat vágnom, hogyha lapozunk, vagy ilyesmi, akkor ne úgy égjek le. Úgyhogy hát milyen jó ez a kamera, mert van egy ilyen mágikus dolga, hogy egy csettintésre már el is tűnt a borostám. A mai nap mottója, hogy hosszú évekbe telt, hogy egyik napról a másikra sikeres lettem. Most ebben a fejezetben szeretnék valamit átállítani a fejedben. Szóval szeretnék átállítani valamit a fejedben. Egy olyan dolgot, amit a társadalom ültetett belénk, ami egy ilyen belső korlátozó tényezővé válik az életünkbe, pedig, hogyha jól használjuk, akkor a sikerhez vezető úton az egyik legfontosabb eszköz lehet, amit használhatunk. Konkrétan ami a vlog címe, hogy az út alatt viselkedj úgy, mintha már odaértél volna. Lerajzolom. A siker képletét egyszerűen is le lehet igazából írni. Vesszük, hogy van A, ami tudjuk, hogy mit szeretnénk. Aztán ott van B, ami az, hogy beletesszük a szükséges munkát. Adott C is, hogy élvezzük az utat. De van egy olyan kritérium, amiről eddig nem beszéltük, ez az első hármat már az előző vlogban amúgy tárgyaltuk, ez pedig a D. Konkrétan az, hogy az út során ott is tégy úgy, mintha elérted volna a célod. Ha nem látod volna a tegnapi részt, ami az ABC-ről szól, akkor kattints ide. De ma beszéljünk a D-ről, tehát hogy fake it till you make it, hiszen addig is, amíg nem érted el a célod, beszélhetsz róla úgy, mintha már meglenne. Viselkedj úgy, mintha ott tartanál. Ez nem csak önmagad számára egy pozitív belső megerősítés, hanem a környezeted számára is azt tudod sugallni, hogy igazából ez csak idő és befektetett munka kérdése, amíg oda fogsz érni. Ez persze nem azt jelenti, hogy nagyképpen henceg arról, ami igazából még megsincs, de nyugodtan mondhatod, hogy azon dolgozol, hogy X, vagy hogy ezzel és azzal a partnerrel ezen meg azon dolgoztok. Most el kell indulnom, ugye elmondtam, hogy megyünk le Balatonra. A VVXD-vel folytatom. De mi is az a VVXD? Egy kis bíról és utazás közben majd elmesélem. Óriási dugó van Balaton felé, mit csináljon ilyenkor az ember? Vlogoljon. Szóval WWXD. Ha megvan már a célod, tudod, hogy merre szeretnél haladni, és olyan szerencsés vagy, hogy már a kitartásodat is teljesen magadénak érzed, akkor semmi más dolgod nincsen, mint hogy tényleg átérezd azt, hogy milyen lenne, hogyha a csúcson tartanál. És itt jön be a WWXD, például mondhatod azt, hogy what would George do? Ebben az esetben George Clooney-ra gondolok, ugye Waddell's Nespresso reklám, sajnos nem szponzorálják ezt a vlogot. És lényegében, ha vannak mentoraid, vagy példaképeid, majd erről is lesz szó egy későbbi vlogban, meg a könyvemben is van erről fejezet, akkor igazából belegondolhatsz abba, hogy amikor egy adott helyzetbe vagy, vagy egy döntést kell meghoznod, akkor az adott ember a te szituációdban mit csinálna? Tehát, what would someone do? Ez az egyszerű lépés segít az utadon abban, hogy egy magasabb logikai szinten, egy magasabb gondolati síkon tudjál döntéseket meghozni. Igen, úgy kell viselkedned, és azzá kell válnod, amilyen majd szeretnél lenni, amikor elérted a célodat. Merj hát úgy tenni, mintha már ott tartanál, most pedig jöjjön az intro, én vezetek tovább, elkezdjük a vlogot. Hey!
megérkeztünk Balatonra, szerintem most már sokkal jobb az idő, és mielőtt kajálunk, jöjjön a story time. Kettő történetet szeretnék elmondani. Az egyiket kezdjük ilyen egy érzéssel. Volt már olyan veled, hogy annyira nevetned kellett, hogy nem bírtad visszatartani? Vagy mondjuk egy haveroddal, barátoddal, barátnőddel, hogy így egymással néztek és nem bírjátok tartani. És elröhögitek magatokat. Van egy videó a neten, ami arról szól, hogy ülnek a metrón, és egy csávó elkezd röhögni, és baromira nevet, és először nagyon furcsán néznek rá az emberek, aztán egy másik elkezd nevetni, meg még egy elkezd nevetni, és aztán az egész vagon nevet. És hogy ez ennek az átadása, és mennyire jó, hogyha csak a mindsetet bele berakod magadnak, pedig semmi olyan nem volt, hogy miért nevettek, csak úgy nevettek, már is jobb kedve lehet az embernek, ennyire tudjuk magunkat kondicionálni. A másik pedig, amikor másodjára voltam kint Amerikában, és ott tanultam, az egyik tárgyam egy ilyen vállalkozói óra volt, ahol vállalkozási ötleteket kellett átadni, elmondani, hogy mi az, amivel te szeretnél majd foglalkozni. És az volt, hogy ugye be kellett mutatni az ötleteket, és mentek ki. Én akkor 25 éves voltam, és a csoporttársaimon 20 körül voltak, ez egy ilyen bevezető óra volt, entrepreneurship, tehát ilyen vállalkozástani programba. És így mentek ki a srácok, ezek a frat boyoknak hívják, akik mindenféle, ez az alfa kappa gamma, ilyesmi vannak be, és annyira szétesetten öltöztek, kb. Ilyen trikóba jöttek be az egyetemre is órára. Olyan vállalkozásokat mondtak el, hogy én így kb. Így süllyedtem le a széken, hogy úristen, 20 évesen ők már hol tartanak, miket csináltak meg. Aztán amikor kimentem, pont úgy is kezdtem, hogy hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és minden elismerésem ezeknek a srácoknak, hogy ilyeneket csak biztos, hogy nagyon sokat tudok tanulni belőle. És hát tanultam is, mert kiderült, hogy ahogy ők pitchelték, hogy I'm doing this, this is the project, we are building whatever, hogy ezt csinálom, ez a projekt, ilyen dolgokat építünk. Ezt amerikaiul mondták, és jelen időben nem egy állítás, mert ugye magyarul meg hogy mondunk egy ötletet? Hát azon gondolkozom, hogy ezt vagy azt szeretném csinálni, jó lenne, ha, tehát feltételes módban mondjuk el, ha ez megvalósulna, akkor az lenne, gondolkodom, hogy ott meg nem, ezt csinálom, ez a projekt, ezt érjük el, ez a feladat. És gondoljunk bele, hogy ezt ültetik belük gyerekkoruk óta, és szerepelnek, és kimernek állni, és határozottan beszélnek olyan dolgokról, úgy, mintha már létezne, ami csak egy ötlet. De nem azért, mert hazudni szeretnének, vagy nadzolnak nagyképűek, hanem a kultúrában van ez benne. És nekünk is ezt kell átültetni, hogy merhetünk, hiszen ha már van egy célunk, és alakítjuk ki a szokásokat ahhoz, hogy elérjük azt, akkor igenis merhetünk úgy beszélni, mintha már létezne, mert ezzel már az agyunkba egy ilyen pozitív beültetést teszünk, pozitívan ültetjük be, kvázi. Itt mondhatjuk azt, hogy fake it till you make it, tehát tegyél úgy, mintha már ott lennél. Mindjárt megjön a kajánk, úgyhogy most kajálunk egyet, itt vagyunk amúgy Csopakon a szomszéd kertjében. Aztán Woody Allenről még elmondok egy sztorit, hogy ő hogy áll a sikerhez. Szóval Woody Allen, egyszerűen legyél ott. Amikor egyszer megkérdezték Woody Allent, hogy mi a sikerének a titka, akkor azt mondta, hogy csak meg kell jelenni, egyszerűen ott kell lenni. És végezetül mondok nektek néhány lifehacket. Itt most a videójátékosokhoz szólok, ugyanis vannak olyan játékok, ahol ugye szinteket lehet lépni, és akár érdemes úgy állni az élethez, mint egy videójátékhoz, hogy gyűjtöd az XP-ket, ugye az experience pointokat, és ezáltal mindig egyre-egyre előrébb tudsz jutni, de az egészhez érdemes játékosan állni. A következő pedig az a hack, hogy dress the part, ugye fake it till you make it, és az annyiban merül ki, hogyha például egy ilyen startupos körökbe szeretnél lenni, és olyan szeretnél lenni, mint mondjuk Mark Zuckerberg, akkor öltöz szürke pólóba és egy sima farmerba. Ha mondjuk egy nagyon komoly üzleti karriert szeretnél befutni, és a Wall Street-en szeretnél egy állást találni, akkor meg szépen öltönybe
rátszabva, ahogy illik egy olyan öltönybe járjál, és attól még, mert még nincs meg az a Wall Street-es állásod, attól még nyugodtan öltözhetsz úgy, és viselkedhetsz is úgy. Az utolsó meg az, hogy tesztelj. Mindig mindent érdemes tesztelni, például az egyik nagy inspiráción Tim Ferriss, amikor az első könyvét, a 4 órás munkahetet megírta, akkor nem volt biztos benne, hogy mi legyen a címe, volt egy ilyen top 3-as ötlete, és mindegyikre elköltött meg ilyen 100-100 dollárt Facebook edzen, és tesztelte, hogy melyik névre és melyik szövegre klikkelnek a legtöbben, és végül csak azért választotta a 4 órás munkahetet, mert arra klikkeltek a legtöbben. No, hát remélem, hogy hallottatok már a háttérben már itt a vitorlás kikötőben, ahogy láttátok, hogy a Timeless-ből is már itt vagyunk, megérkeztünk, és hát elég hangosak voltak a srácok, remélem azért lehetett hallani, nem volt nagyon rossz a hang. Durva, hogy eltelt az első hét a napi vlogokból, én nagyon élvezem. Remélem tetszett neked is, sőt azt is remélem, hogy már nem először találkoztunk, de ha mégis először találkoztunk, akkor ha tetszettek ezek a gondolatok, és szeretnél a könyvemről többet tudni a napi vlogok formájába, iratkozz fel, és még a csengőt is nyomd be, gyere át Instagramra, kövess be, mert a könyvemből ilyen részleteket, idézetekbe kirakok, meg jó kis sztorikat. És a könyv már ugye előrendelhető, leírásban ott van a link, az online képzéseim pedig már élnek, úgyhogy oda akár iratkozz is be, van ilyen ingyenes verziója is, van a fizetős, hogyha teljesen bele szeretnél merülni. Jövő héten hétfőn folytatjuk, nagyon érdekes témával és a vitorlázással. Jó hétvégét, szia, sziasztok!